Érezted már úgy, hogy nem vagy elég jó? Esetleg eleged van abból, hogy a környezeted szabályok közé akar szorítani? Frusztrál a sok társadalmi elvárás, a korlátok, és ki szeretnél törni, hogy végre igazán önmagad legyél? Nem vagy egyedül. Mind érzünk így néha, és mindannyian keressük, miként élhetünk a saját szabályaink szerint. Ebben a videóban Visen Lakiani a Különleges Elmék Kódja című könyve alapján fogunk bemutatni négy lépést, amit követned kell ehhez. Megnézzük, mi is az a kultúrközeg, és hogyan tudsz kitörni a társadalmi szabályokból, hogy te is különleges elmévé válj. Lássuk! Első lépés, az önmagunk fölé emelkedés. Két világban élünk. Az egyik világ a kemény tényekről szól, amiben mindannyian egyetértünk. Ezek olyan tények, amelyek mindannyiunk valóságában ugyanazok, ezeket nem szoktuk megkérdőjelezni. Ilyen például, hogy a jég hideg. De a legtöbb szabályunk nem ilyen. A másik világ a relatív igazságok világa, ahol olyan ötletek, koncepciók születnek, mint a házasság, a vallás vagy a pénz. Ezekről a dolgokról mindannyian másként vélekedünk, ahány ember, ahány kultúra, annyiféle szabályt kötnek ezekhez a dolgokhoz. Ezek a szabályok rendkívül nagy erőt adhatnak, ugyanakkor vissza is foghatnak bennünket, ezek határozzák meg a céljainkat és az értékrendünket. Ezen szabályok összessége a kultúrközeg, ami láthatatlanul megszabja, mit tehetünk és mit nem. Viszont ezek a szabályok nem egységesen igazak. Lehetőséged van választani közülük. Ha azt gondolod, hogy a házasság jó, ugyanúgy lehet igazad, mint ha azt gondolod, hogy rossz. Ha azt gondolod, hogy könnyű pénzt keresni, ugyanúgy igazad lehet, mint ha az ellenkezőjét vallod. Ezek nem abszolút igazságok. A különleges elmék átlátnak ezen a kultúrközegen, és megkérdőjelezik a szabályokat. Kiválasztják azokat, amelyek őket szolgálják, és elvetik azokat, amelyek nem. A különleges elmék nem fogadják el a rájuk kényszerített játékszabályokat. Gyakran a még nem kitaposott úton haladnak. Ez az első lépés ahhoz, hogy igazán különlegessé válj, és képes legyél irányítani az életed. Második lépés a felvilágosulás. Az elmédet te irányítod. Meg kell tanulnod fokozatosan felfejleszteni a gondolkodásodat és a cselekedeteidet. Az elménket hasonlíthatjuk egy számítógéphez, ahol a gondolkodásmódunk az operációs rendszer, a szokásaink pedig a szoftverek, applikációk, amiket futtatunk nap, mint nap. A legtöbb ember folyamatosan frissen tartja a telefonját, a laptopját, viszont elfelejtik cserélni az elméjükben futó szoftvert és újabb verziókat telepíteni, ha szeretnél sikeresebb, boldogabb, netán gazdagabb lenni, akkor frissítened kell a hiedelmeidet és a szokásaidat. Fejleszd magadat is, ne csak az autód, géped, telefonod. A különleges elmék tudják, hogy a fejlődésük a hiedelmeiktől, gondolkodásmódjuktól, valamint a szokásaiktól függnek. Ezért ők nagy odafigyeléssel választják ki a számukra megfelelő elveket. Figyelnek rá, hogy folyamatosan frissítsék a gondolkodásmódjukat és a szokásaikat, ehhez folyamatosan képzik magukat, és sokat olvasnak például. A fejlődésedet kár lenne a véletlenre bízni. Ezért a szerző javasolja, hogy a fejleszteni kívánt területeken hozd létre úgynevezett alapértékeket is. Ezek mérési pontok, amiket ellenőrzésképpen határozol meg. Például, ha már megint nem férsz bele a kedvenc nadrágodba, akkor az egy jel. Vagy ha az átlagod négyes alá romlott, az is. Itt az idő komolyabban venni a dolgot. Az életben több területen is találhatunk ilyen mérési pontokat, amelyek megfelelő korlátok között tudják tartani a mindennapjainkat. Fontos, hogy legyünk tudatosak és figyeljünk magunkra. Ha elcsúszol, hozd vissza, és emeld kicsit a magaddal szembeni elvárásokat. A méréssel motivációt kapsz, és pontosan láthatod, hol tartasz. Fontos tehát, hogy ezek a területek mérhetőek legyenek a számodra. Harmadik lépés: az új én megalkotása képesek vagyunk megváltoztatni a valóságot. Ezt úgy érjük el, ha merész, izgalmas víziónk van a jövőt illetően. Ugyanakkor a boldogságunk nem kapcsolódik ennek az eléréséhez. Vagyis nem kötjük a boldogságunkat a céljaink eléréséhez. Manapság hajlamosak vagyunk mind a múltban, mind a jövőben élni, de a jelenről sokszor elfeledkezünk. A múltban sokszor egy sírelmet nem tudunk elengedni, vagy pedig az akkori helyzetünket sírjuk vissza. A jövőt pedig akarva akaratlanul mindenki tervezi és vágyakozik arra, hogy majd egyszer milyen jó lesz. Ezzel az a baj, hogy ebben az esetben a jelent elpozoroljuk, és soha többé nem tudjuk visszahozni a pillanatot. Erről szól a valóság megváltoztatása. Egy olyan állapot, amikor a dolgok mintha a mi akaratunk szerint történnének. Ebben az állapotban minden a helyére kerül, minden úgy történik, ahogy annak lennie kell. A kudarcok pusztán tanulságként szolgálnak, és megállíthatatlanul haladunk a víziónk felé. Ez az kell, hogy boldog legyél a jelenben, és közben haladj egy jövőbeni cél felé. Ha valaki boldog ugyan a jelenben, de nincs jövőképe, akkor ő a jelen csapdájában él. Ha valaki a jelenben sem boldog, és nincs jövőképe sem, akkor ő egy negatív spirálban van. Minden rossz körülötte, és egyre csak rosszabb lesz. A múltat el kell engedni. A jelent meg kell becsülni a jövőre pedig pozitív várakozással érdemes tekinteni. Negyedik lépés, a pótolhatatlanná válás. A különleges elmék tele vannak energiával. Készen állnak rá, hogy a világ megadja nekik mindazt, amit elképzeltek. Ha te is ezt akarod, akkor át kell törnöd a félelmeiden. Olyan emberré kell válnod, akivel nem lehet játszadozni. Hogyan is tedd ezt? Válasz jól célt. Ha a végcélod valamilyen külső környezeti dologtól függ, akkor mindig van rá esély, hogy az tőled függetlenül nem sikerül. Ha olyan célt állítunk fel, mely belülről fakad, az soha senki nem veheti el tőlünk. Olyan célokat határoz meg, melyek nem függetnek a külső környezettől. Ilyen lehet például, ha folyamatosan fejlődni szeretnél. Ez minden körülmény között teljesülhet. Ha a céljaid belülről fakadnak, akkor nincs kinek bizonyítani, nem tudsz elbukni, nem kell mások játékát űznöd, a te világodban lehetsz elég jó, és vagyis. Ha azt érzed, hogy bizonyítanod kell, akkor mindig kívülről fogod keresni a jóváhagyást és az elismerést. Ebben az esetben soha nem leszel elégedett. És most kapaszkodj meg! Az igazán különleges emberek nem dolgoznak. Nekik nincs munkájuk, nekik hivatásuk van. A hivatás az, amit ingyen is csinálnál. Amiben egy nagyobb miértet látsz, ami messze túlmutat a pénzen vagy a másoknak való megfelelésen egyfajta küldetés tudat. Ez a küldetés folyamatosan húz előre az életben célt ad a mindennapoknak. Ez a küldetés nem csak rólad szól, hanem mások segítéséről is. Motiváció, hogy jobbá tedd a világot. Ezáltal képes leszel egy magasztosabb értelmet látni az életedben és extra erőt belevinni a hivatásodba, hiszen ez nem pusztán egy munka, hanem az életed értelme. Ezeket a dolgokat könnyebb mondani, mint megtenni. A kulcsa folyamatos önfejlesztés és gyakorlás. Első lépésként válasz ki egy lépést, és foglalkozz azzal. Figyelj oda a társadalom által támasztott szabályokra, és állj készen megkérdőjelezni azokat, ha úgy érzed, azok nem szolgálnak téged. Legyen bármilyen egyedés az álláspontod, biztosan van más is, aki egyetért veled. Ha tetszett ez az összefoglaló, mélyülj el a témában jobban. Ez és több mint száz másik könyv is megtalálható a Tudástár Klubban 40 perces tananyagként, hanganyag és szöveges formában. Klubtagként a világ legnagyobb elmének tudását szerezheted meg akár utazás, házi munka vagy sétálás közben is. Legyen az önfejlesztés a mindennapjaid része. Ingyenes regisztrációhoz kattints a videó leírásában található linkre.